Vidékfejlesztési program. A nagy gazdaságok helyett a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok kiemelt fejlesztése kerül a középpontba. Kitelepült véradás. Hetente 500 véradóra van szükség a megyében ahhoz, hogy a vérellátás egyenletes legyen. Ma egy szupermarket parkolójában várták az önkéntes véradókat. Egymilliárdos fejlesztés. Intézményeket korszerűsítettek, helytörténeti kiállítást nyitottak, szennyvíztelepet bővítenek, járdát építenek Dombrádon. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját, amely a nagy gazdaságok helyett a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok kiemelt fejlesztését helyezi a középpontba. A Kölcsey Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A vidékfejlesztési program 1300 milliárdjából 800 milliárd támogatja majd az agrár- és élelmiszeripari beruházásokat a következő években. Kis Miklós Zsolt, a miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta, az első pályázatok szeptemberben jelennek meg. A nemzeti társfinanszírozással és a nagyüzemektől átcsoportosított területalapú támogatással együtt 1300 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre a következő időszakban Magyarország számára. A vidékfejlesztési program legfontosabb célja a vidéki munkahelyek megőrzése és új munkahelyek teremtése. A program középpontjában éppen ezért a jelentős foglalkoztatási potenciállal rendelkező mikro, kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok fejlesztése áll, mégpedig a munkaigényes ágazatok, különösen képpen az állattenyésztés, a kertészet, valamint az élelmiszerfeldolgozás kiemelt támogatásával. Az első pályázati felhívások szeptemberben fognak megjelenni. Az első ilyen nagyobb adag talán a keretösszeget tekintve a legnagyobb, hiszen az agrárkörnyezetgazdálkodási program és az ökológiai gazdálkodóknak a támogatása, ez egy 240 milliárdos csomag. Ezt fogjuk szeptemberben már a pályázati felhívást megjelentetni, és folyamatosan fogjuk a többi pályázatot is az év utolsó felében meghirdetni, legyen az beruházás, legyen az más jellegű pályázat. A kistermelők szerint fontos, hogy minél több forrást tudjanak gazdaságuk fejlesztésére fordítani, mert csak így tudnak versenyképesek maradni és munkahelyeket teremteni. Végre szerintem a jogalkotók is meggyőződtek arról, hogy ha kis és középvállalkozásokat nem támogatják, akkor nagyon sok munkaerő ellehetetlenül önmagát, sőt plusz munkaerőt sem tud foglalkoztatni. A nagy termelők bizonyos, tehát a munkaerő felhasználásuk korlátozott. Ennél több munkaerőt csak kis és középvállalkozók tudnak alkalmazni. Az agrárkörnyezetgazdálkodási program kapcsán sikerült a magyar álláspontot elfogadtatni az Európai Bizottsággal, így annak szántóföldi gazdálkodást támogató részében a földbirtok maximumhoz is igazodó sávos támogatáskorlátozás is lesz majd. 200 hektár alatt minden igénylő a teljes támogatási összegre számíthat. 200 és 300 hektár között az előbbi összeg 85%-át, még 1200 hektár felett a felét kapják majd a gazdák. A legfontosabb egyik része a programnak, hogy mi ebben rögzítettük azt is, hogy a beruházási jellegű támogatásoknak 80%-át egy bizonyos gazdasági üzemméret alatti cégek lesznek majd csak rá a jogosultak. Ez egy teljesen egyedülálló, eddig ilyen még nem volt a magyar fejlesztés politikában. Ezzel az eszközzel is többek között el tudjuk azt érni, hogy valóban a kisebb gazdaságokból versenyképes és nagyobb közepes gazdaságok jöhessenek létre. A vidéki önkormányzatok is számos fejlesztési, beruházási forrásból választhatnak. Így többek között lehetőségük lesz a külterületi utak felújítására, helyi termelői piac kiépítésére, valamint épületek energetikai korszerűsítésére. Hetente 500 véradóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ahhoz, hogy a vérellátás egyenletes legyen. Tájékoztatta a televíziunkat a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei véradószervező koordinátora. Botáni Hatházi Mónika elmondta, a nyári időszakban elsősorban a szabadságolások miatt nehezebb a segítő szándékú embereket elérni, így több kitelepült véradást szerveznek. Ma az egyik nyíregyházi szupermarket parkolójába várta a Vöröskereszt véradó kamionja az önkéntes véradókat.
4,5 deciliter, azaz egy egységnyi vér, ezzel akár 3 emberen is segíthet egy önkéntes. A Magyar Vöröskereszt nyáron több kihelyezett véradást szervez, hogy a vérellátás egyenletes legyen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Itt ennél a nyíregyházi szupermarketnél minden évben legalább egyszer megáll a Vöröskereszt véradó kamionja. A statisztikák azt mutatják, évről évre körülbelül 80-100 önkéntes ad vért az állomásnál. Hetente 500 véradó megjelenésére, illetve véradására van szükségünk ahhoz, hogy a betegek ellátását egyenletesen tudjuk biztosítani. Ez a nyári időszakban lényegesen nehezebb feladat, mint az év más időszakában. Ezért is élünk ezzel az eszközzel például, amit maga ugye ez a szép kamion biztosít. Ugye ez önmaga egy felhívás az ideérkező vásárlóknak, hogy itt a lehetőség és éljenek vele. A véradásokon többek között közösségi szolgálatot teljesítő középiskolás diákok is segítenek. Szórólapozni szoktunk, kérni az emberektől, hogy menjenek vért adni, mert néha vizet is osztunk, meg kekszet is adunk. Ilyen. További kitelepült véradás lesz többek között augusztus 15-én szombaton Mária Pócson a Nagy Boldogasszony napi búcsún, valamint Tuzséron az Almanapokon és Nyíregyházán a Józsavárosi napok keretében. Több mint 1 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre az elmúlt 2 évben Dombrádon. Intézményeket korszerűsítettek, szennyvíztelepet bővítenek, járdát építenek, helytörténeti kiállítást nyitottak, de emellett még sok beruházás zajlik a településen. A Tisza mentén újraindítják a kompot, és egy új turisztikai attrakciót is terveznek. Széleskörű felújítások zajlottak Dombrádon. 450 millió forintból valósult meg a 20 éves szennyvíztelep bővítése és rekonstrukciója, jelenleg pedig az utak mellett járdát építenek. Nyáron az iskola 2 épületének felújítása zajlott, nyílászárókat cserélnek és teljes hőszigetelést kap az intézmény. Emellett a kormányablak és a szociális központ is megújul. Jelenleg a Dombrád és térsége szociális alapszolgáltatási központ épülete előtt állunk, a miénk a felső szint. A Dombrádon 15 éve működik már az alapszolgáltatási központ, és nagy megelégedésünkre az éven teljesen ki lesz cserélve a nyílászáró, korszerűsítve lesz a fűtésünk. Ezt a minden igaz szeptember végéig befejezi a építési vállalkozó, aki a munkálatokat elkezdte, és addig rá lesz adva az új kormányablak is a domrádiak nagy örömére. A folyópartot kihasználva újra komp működését tervezik a település vezetői, aminek első lépéseit már meg is valósították. A parton egy turisztikai attrakciót hoznak létre, első körben a kishajó kikötő építése fejeződik be a következő időszakban. A fejlesztések eredményeként emellett a Horvát József alkotóházban nézhetik meg az érdeklődők a település történetét. Helytörténeti kiállítást alakítottunk ki, újítottunk, méltó helyére került az eddig összegyűjtött gyűjtemény, és az orvosi rendelő beruházás, amire nagyon büszke vagyok, mert hogy a város központjában van, több mint 40 éves épület újult meg, és teljes rekonstrukció zajlott. Az idősek étkeztetését a Szociális Alapszolgáltatási Központ végzi, míg 400 gyermekét a kormány biztosítja a nyári szünet alatt Dombrádon. Az önkormányzat következő terve egy 15 fős idősek otthona létrehozása. A kánikula és az elmúlt napokban reggelenként érzett erős hűszag ellenére a mérési adatok szerint jó a levegő minősége Nyíregyházán. Közel 20 éve vizsgálják a szénatéri mérőállomáson az adatokat, az extrém melegtől az ózontartalom növekedhet meg egy-egy forró napon. 1996-tól ezen az automata mérőállomáson mérik a különböző komponenseket, illetve a meteorológiai adatokat, amelyek a levegő minőségét befolyásolják Nyíregyházán. A minőség megállapításában egy 5-ös skála segíti a szakembereket. Megszületett egy ilyen 5-ös felosztás, hogy amikor az egészségügyi határérték 40%-áig kiváló a levegőminőség, 40-80% között jó, majd 100-120% között megfelelő, a felett szennyezett, illetve 200% felett erősen szennyezett. A Nyíregyházi levegővédelmi terv adataiból kiderül, hogy 2008-ig elsősorban a közlekedés határozta meg a város levegő minőségét, majd 2008-tól a gázár változása miatt a lakossági fűtés is szerepet játszott az értékek változásában. Most jelenleg Nyíregyházán
az évszaknak megfelelő, ha összességben kellene mondani, akkor jó. Vannak olyan komponensek, mint a kén-dioxid vagy a szénmonoxid, ahol kiváló, az ózonnál és a nitrogén oxidoknál megfelelő, az összes többinél pedig jónak mondható. Az extrém melegnek köszönhetően az ózontartalom megnövekedett, jelenleg az egészségügyi határérték környékén áll. Egy-egy napon lépi túl a határértéket, de a szakember elmondása szerint nyáron ez a megszokott. Házi őrizetből előzetes letartóztatásba került az a 8 pénzügyőr, akiket a záhonyi határátkelőn elkövetett visszaélésekkel gyanúsítanak. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság határozatát megváltoztatva rendelte el az érintettek letartóztatását. A másodfokú döntésnek az volt az indoka, hogy a törvényszék, mint másodfokú bíróság úgy ítélte meg, hogy ebben az ügyben azoknak a gyanúsítottaknak az esetében, akiket korábban az elsőfokú bíróság nyomozási bírója házi őrizetbe rakott, az ő vonatkozásukban is megáll az előzetes letartóztatásnak több feltétele. Végzésének indokolásában a másodfokú bíróság rámutatott arra, hogy az előzetes letartóztatás általános feltétele fennáll, meghatározott bűncselekményekkel gyanúsíthatóak ezek a gyanúsítottak is, és esetükben a szökéselrejtőzés veszélye, illetve a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye ugyancsak fennáll, tehát hasonlóan azokhoz a személyekhez képest, akiket már korábban is előzetes letartóztatásba helyezett a járásbíróság. Csütörtökön délután a Tiszába fulladt egy 18 éves fiatalember Gergely ugornyánál. Egy négyfős társaság a kijelölt fürdőhelytől körülbelül 20-30 méterre fürdött a Tiszában. A szolgálatot teljesítő vízimentő többször figyelmeztette a fiatalokat. Hárman ki is jöttek a vízből. A negyedik fiatalember maradt. Nem sokkal később azt látták, hogy fuldoklik. A vízimentő megpróbálta kimenteni, de a sodrás elragadta a férfit. A speciális mentők szakemberei gyorsan hozzá tudtak látni a kereséshez, de sajnos csak a holttestet találták meg, nem messze attól a helytől, ahol elmerült. A Vásárosnaményi Rendőrkapitányság vizsgálja a baleset körülményeit. 41 kutya várja új gazdáját a nyíregyházi állategészségügyi telepen. A részletekről hamarosan szólunk, előtte nézzük a híradó további témáit. Hosszabbítás után jutott tovább a Magyar Kupa országos főtáblájának első köréből a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese gól nélküli 90 percet követően Rezes és Kosztics góljával 2-0-ra verte a Putnokot. A Spari vasárnap a bajnokság harmadik fordulójában megyei rangadón a Nyírbátor otthonában lép pályára. Két felkészülési tornán vesznek még részt a bajnoki rajtig a nyíregyházi tekézők. A jövő hét végén a szolnoki Tiszakupán két csapattal képviselteti magát az NTK, augusztus végén pedig a szlovákiai Nagysároson lépnek dobóállásba fintájék. Negyvenegy kutya várja új gazdáját a nyíregyházi állategészségügyi telepen. Az állatokat korszerű telephelyen tartják, egészségügyi ellátásukról helyben az állatorvos gondoskodik. A leendő gazdik minden csütörtökön, valamint havonta egyszer az úgynevezett örökbeadó napon nézhetik meg őket. Az állategészségügyi telepen minden befogadott kóbor kutyát megvizsgálnak, mielőtt új gazdának adják. Először csippet keresnek a kutyákban, és ha találnak, értesítik a gazdáját. Ha nem találnak azonosítót, akkor az állat marad a telephelyen. Betesszük a karanténba, és két hetet ott el kell töltenie megfigyelés alatt. Ezután az állatorvos csippet rak bele, illetve veszettség ellen beoltja, és féregtelenítésen is átesik a kutya, kiskönyvet ír neki, és ekkor a karanténból kikerül, és vihető a kutya. Hát ennek költségei vannak, egyrészt a csipet kell kifizetni, illetve az állatorvos részére ezt a veszettségoltást. A jelenleg 41 telepen élő kutyából 28 azonnal elvihető. Az érdeklődők minden csütörtökön reggel 8-tól délután 2-ig nézhetik meg az állatokat, havonta egyszer, minden második pénteken pedig hosszú örökbefogadó napot tartanak, ilyenkor este 6-ig várják az új gazdákat. A telepen a legkisebbektől a legnagyobbakig minden leendő gazda megtalálhatja a neki megfelelő házi kedvencet. A párhetes kutyákat általában családokhoz viszik, míg a nagytestűek telepek őrzésére is kiválóak lehetnek.
Nagyon széles a paletta, mert az egész kis termetűtől kezdve az óriási nagyméretű kutyán keresztül mindent lehet vinni. Német juhász, picike az anyjával, úgyhogy vegyes a választék. Az állatok egészségügyi ellátásáról helyben egy korszerű rendelőben állatorvos gondoskodik, így a befogadás után minden gazdi egészséges kutyát vihet haza. Hosszabbítás után jutott tovább a Magyar Kupa országos főtáblájának első köréből a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese gól nélküli 90 percet követően Rezes és Kosztis góljával 2-0-ra verte a Putnokot. A Spari vasárnap a bajnokság harmadik fordulójában megyei rangadón a Nyírbátor otthonában lép pályára. NB3-as osztálytárs ide vagy oda, a Nyíregyháza Spartacus volt az esélyese a Putnok elleni kupamecsnek. A hazaiak mindent meg is tettek, hogy a maguk javára fordítsák a párharcot, ehhez azonban nem volt elég a rendes játékidő. A 108. percben aztán megtört a jég, Rezes vezetéshez juttatta a házigazdát, 8 perccel később pedig Kosztis biztosította be a győzelmet és a továbbjutást. A kötelező feladat így kipipálva, most már ismét a bajnokságra koncentrálhat a Spari, amely a harmadik fordulóban a másik megyebeli NB3-as csapat a Nyírbátor otthonában lép pályára. Az Újpesten, Debrecenen egy ilyen vegyes csapattal játszottunk, ahol nem tudtuk azt, hogy mire számíthatunk. Most, hogy mire számíthatunk, azt sejtem, hiszen egyrészt ismertem őket, személyesen láttam őket ellenünk játszani. Illetve az első bajnoki meccsükre elutaztunk a Brek János bával Nyírbátorba, 60-an játszottak. Úgy érzem, hogy ők kellene motiváltak lesznek, de mi is. És szerintem játékban nekünk erősebbnek kell lennünk. A hazaiak edzője Kovács János tisztában van azzal, hogy a Spari a mérkőzés esélyese, de bízik abban, hogy jó meccset játszanak majd a bajnok esélyessel. Én biztos vagyok benne, hogy kimondottan jó mérkőzés lesz, hiszen Nyíregyháza egy támadó játékot játszik ezen a szinten eredménnyel, hisz olyan rutinos játékosok, akik azért az NB1-nek is tagjai voltak, meghatározó szerepe lesz, nem hiszem, hogy neki különösebb akadály lesz ez a bajnokság. Nyilván, hogy minden mérkőzés más, motiváltak minden csapat a Nyíregyháza ellen, biztos vagyok benne, hogy mi is azok leszünk, de az eredményes szerepléshez egy jó játék kell, és hát ennek a nyertesei és győztesei csak a nézők lehetnek. Két forduló után a Nyíregyháza Spartacus két győzelemmel, a Nyírbátor pedig még pont nélkül áll az NB3 keleti csoportjának tabelláján. A két csapat mérkőzése vasárnap 17 óra 30-kor kezdődik Nyírbátorban a Sportutcai pályán. Két felkészülési tornán vesznek még részt a bajnoki rajtig a nyíregyházi tekézők. A jövő hét végén a szolnoki Tisza kupán két csapattal képviselteti magát az NTK, augusztus végén pedig a szlovákiai Nagysároson lépnek dobóállásba Fintájék. Szeptember elején kezdődik a bajnokság a Teke Szuperligában. A nyíregyházi játékosok már egy hónapja készülnek, és a marosvásárhelyi Maroskupán aratott egyéni, illetve csapatgyőzelemmel jelezték is, hogy jó úton járnak. Fintáik még két tornán csiszolhatják tovább formájukat. A következő két hét vége azt lehet mondani, hogy most már abszolút a felkészülés utolsó állomásait jelenti, olyannyira, hogy a jövő hét szombaton 22-én Szolnokra megyünk két csapattal a Tisza kupára. Ez évek óta nem járunk oda, viszont mivel a Szolnok most visszakerült a Szuperligába, és azt lehet mondani, hogy egy megerősödött csapattal vág neki ennek a szezonnak, így mindenképpen nagyon fontos állomása lesz majd számunkra is a akkori összeütközés velük. Bár igaz, hogy majd ott Szolnokon csak áprilisban fogunk találkozni velük, de azért mindenképpen jó gyakorolni ezeken a pályákon. Rákövetkezendő hétvégén azonban a szokásoknak megfelelően a Nagysárosi Sáris kupára megyünk Szlovákiába. Hát azt lehet mondani, hogy a címvédői vagyunk, kétszeres címvédői ennek a kupának. Nagy meglepetésre tavaly is néhány fával, de meg tudtuk verni a hazaiakat hazai pályán. Úgyhogy most, mint hallottuk, nagyon készülnek a hazaiak, és nagyon várnak már, hogy nagyon szeretnének visszavágni. A bajnokságot szeptember első hétvégén a BKV előrotthonában kezdi az NTK. A sorsolási szisztéma az nagyon egyszerűen alakul. A tavalyi szereplések alapján kapják a csapatok a rangsorolási számaikat, és azt lehet mondani, hogy az első fordulóban az első hat legerősebb fogadja a második hatot, úgyhogy mindenképpen a hátsó alakzatban végzetteknek nehezebb dolga van. Hát végülis, mivel mi tavaly hetedikek voltunk a bajnokságban, így a hatodik helyezett BKV előréhez látogatunk. Azt lehet mondani, hogy a sorsolásban az első forduló az mindenképpen egy kiélezett mérkőzés lesz a BKV otthonában, még soha nem
sikerült diadalmoskodni. Nagyon sokszor már megszorongattuk őket. Két évvel ezelőtt a rájátszásban egy döntetlent is tudtunk ellenük véghez vinni, úgyhogy mindenképpen egy jó mérkőzés vár ránk, és azt követően pedig a Kaposvár látogat el hozzánk ide Nyíregyházára, úgymond egy nyitó hazai fordulóra 12-én, majd szeptemberben, ami szintén egy két azonos képességű csapat csatája lesz majd, és utána következik négy olyan mérkőzés sorozatban a megerősödött Győr, mint tudjuk a Kahuk Levente világbajnok odaigaz volt, majd a Répcelak, illetve az Alegerszeg és Szeged következik. Ez egy olyan négy mérkőzés, amikor igazából csak edzenünk kell velük, mert tényleg más kategória mind a négy csapat. A Superliga a legutóbbi 10 helyet 12 csapattal rajtol, így az előttünk álló szezonban nem lesz rájátszás a bajnokság végén. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Az Európai Bizottság jóváhagyta Magyarország 2014-2020-as időszakra vonatkozó vidékfejlesztési programját, amely a nagy gazdaságok helyett a kis és közepes vállalkozások, családi gazdaságok kiemelt fejlesztését helyezi a középpontba. A vidékfejlesztési program 1300 milliárdjából 800 milliárd támogatja majd az agrár- és élelmiszeripari beruházásokat a következő években. Kismiklós Zsolt, a miniszterelnökség agrárvidékfejlesztésért felelős államtitkára elmondta, az első pályázat szeptemberben jelennek meg. Hetente 500 vérodóra van szükség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ahhoz, hogy a vérellátás egyenletes legyen, tájékoztatta televíziunkat a Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vérodó szervező koordinátora. Botáni Hatházi Mónika elmondta, a nyári időszakban elsősorban a szabadságolások miatt nehezebb a segítő szándékú embereket elérni, így több kitelepült véradást szerveznek. Ma az egyik nyíregyházi szupermarket parkolójában várta a Vöröskereszt vérodó kamionja az önkéntes vérodókat. Több mint 1 milliárd forintot fordítottak fejlesztésekre az elmúlt két évben Dombrádon. Intézményeket korszerűsítettek, szennyvíztelepet bővítenek, járdát építenek, helytörténeti kiállítást nyitottak, de emellett még sok beruházás zajlik a településen. A Tisza mentén újraindítják a kompot, és egy új turisztikai attrakciót is terveznek. A Kölcsei Televízió pénteki hírműsorát látták, friss hírekkel hétfőn este jelentkezünk. Híreinket addig is természetesen megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a Nyugat-Európa felett húzódó frontálzóna lassanként kelet felé araszol, de a Kárpát-medencében szombaton még folytatódik a hőség. Éjjel gomoly felhő képződése lehet számítani, zápor előfordulhat, helyenként zivatar is kialakulhat. A keleti szél néhol megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik, reggelre általában 19 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire gyengén felhős napos idő várható, majd a délutáni, esti óráktól helyenként erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, főként a körzet nyugati részén néhol előfordulhat zápor, zivatar. Délutánra 36 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. Vasárnap több helyütt számítani kell záporokra, zivatarokra, helyenként felhőszakadás, jégeső is kialakulhat. Füllett idő lesz, a nyugati ország részben pedig néhány fokkal mérséklődik a hőség. A jövő héten tovább hűl a levegő, kettől a maximum hőmérséklet már a sok évi átlag alatt alakul térségünkben is. A gyakran erősen felhős égből többfelé várható eső, zápor és zivatar, a jövő hét vége felé pedig már kevesebb helyen valószínű csapadék.